Maga a történet, amit szeretnék közöttetek most átvenni, illetve közösen elmélkedni, ez Márk írása szerinti evangélium második fejezetében található, a második fejezet első 12 verse, egy nagyon jól ismert történet ez, a gutaütött története. Olvassuk el együtt ezt a bibliai történetet, Márk írása szerinti evangélium második rész első versétől 12. verse. Néhány nap múlva ismét elment Kapernaumba, és elterjedt a híre, hogy otthon van. Erre olyan sokan gyűltek össze, hogy még az ajtó előtt sem volt hely, ő pedig hirdette nekik az igét. Oda akartak hozzá menni egy bénával, akit négyen vittek. Mivel a sokaság miatt nem fértek a közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílást vágva leeresztették az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus pedig látva a hitüket, így szólt a bénához, fiam, megbocsátattak a bűneid. Ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja, ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül? Jézus lelkében azonnal átlátta, hogy így tanakodnak magukban, és ezt mondta nekik. Miért tanakodtok így szívetekben? Mi könnyebb azt mondani a bénának, megbocsátattak bűneid, vagy azt mondani, kelj fel, fogd az ágyadat és járj. Azért pedig, hogy megtudjátok, az emberfiának van hatalma bűnöket megbocsátani a földön, így szólt a bénához. Neked mondom, kelj fel, fogd az ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment mindenki szeme láttára, úgyhogy ámulatba estek mind. Dicsőítették az Istent, és ezt mondták, ilyet még sohasem láttunk. Azt hiszem, elmondhatjuk azt, hogy ha valami szenzációs dolog történik körülöttünk, vagy aminek szemtanúi vagyunk, akkor az egy jó érzés. Szeretünk olyan dolgokon részt venni, ami a valami unikum, valami egyedülálló, valami először, vagy legnagyobb, vagy legkülönlegesebb, valami, amit még soha nem láttunk, olyanon szeretünk ott lenni. Érdekes, hogy ez a bibliai történet arról szól, hogy egy ilyen szenzációs dolog történt, amire azt mondják, hogy hát ilyet még soha nem láttunk. És ennek ellenére nem ismerjük a szereplőit Jézuson kívül. Van benne négy barát, meg van benne egy béna, egy gutaütött ember, ugye a Károli fordítás szerint ez egy gutaütött ember volt, tehát valószínűleg ez valami agyvérzéses beteg lehetett, és emiatt bénult le. De nem tudunk róluk semmit többet ennél, amit elolvastunk, amit itt a Biblia leír. Négy ismeretlen ember, de a hitük az olyan módon látható volt, hogy Jézus valami hatalmas csodát tett, és ennek a csodának a láttán azt mondja a környezet, hogy ez egy szenzációs dolog volt, ilyet még soha nem láttunk. Szeretném most erről a látható hitről néhány gondolatot elmondani közöttetek. Mitől lesz látható a mi hitünk? Ugye Jakab levelében olvassuk, hogy mutasd meg a te hitedet a te cselekedeteidből. A hit az nem egy érzés, az nem egy gondolat, a hit az látható. A Biblia tanítása szerint. Ennek a négy embernek a hitét látva meggyógyított egy ötödiket Jézus. Mi ez a látható hit? Az első tulajdonsága, nagyon röviden szeretném elmondani, ezért elnézést, egy kicsit úgy gyorsan fogom mondani. Az első dolog az, hogy a hit az, a látható hit az önzetlen. Mitől volt ez a, enneknek a hite önzetlen? Képzeljük el a szituációt, eljut a hír, hogy Jézus ott lesz Kapernaumban. Mindenki, aki hallott már valamit Jézusról, az azonnal menni akar, hogy lássa Jézust. Ha én látni akarom Jézust, akkor mit teszek? A lehető leghamarabb elmegyek oda. De ha valaki fog és egy maga tehetetlen, mozgásképtelen embert visz magával, akkor nagyon sok mindenről le kell mondania. Például arról, hogy hamar odaérjen, hogy jó helye legyen. Egy olyan környezetben, ahol rengetegen gyűltek össze egy kis házban. Azt írja a Biblia, hogy olyan sokan voltak, hogy nem lehetett bejutni a házba. Tehát lemondtak a kényelmükről, lemondtak a saját előnyükről azért, hogy
az segítsék a maga tehetetlen társukat. Tehát mitől volt ez az a hit látható, mitől látta meg Jézus az ő hitüket, hogyan vette észre Jézus az ő hitüket, úgyhogy önzetlenek voltak, készek voltak lemondani valamiről. Ugyanez, mint az irgalmas szamaritánus lelkülete. Az irgalmas szamaritánus is lemond a maga kényelméről. Maga használhatná az állatot, ehelyett a beteget, azt a félholtra vert ember teszi rá a saját állatára. Maga használhatná a pénzt, ehelyett a fogadósnak adja a pénzt. Tehát lemond a kényelméről azért, hogy valaki másnak segítsen. Lemond a saját előnyéről, hogy valaki mást oda juttasson Jézus Krisztushoz. Ez a látható hitnek az első tulajdonsága. A második tulajdonságát így mondhatnánk a látható hitnek, hogy közösségi. Tehát az első, hogy önzetlen, a második, hogy közösségi a látható hit. Az igazi hit az nem arról szól, hogy én magamban hiszek, és én otthon a saját lakásomban, a belső szobámban hiszek, hanem a hit az mindig a közösségben fejeződik ki. A hitet azt nem lehet igazán gyakorolni egy magányos szigeten. A hitnek az a lényege, hogy egy közösségben teljesedik ki. Hogyan mutatkozik meg ebben a történetben? Négyen visznek egy embert. Akkor igazi a hitnek a gyakorlása, hogyha egy közösségben mutatkozik meg. Azt mondja a Biblia, hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek, akkor hatalmas dolgok fognak történni. Hát még hogyha négyen. Hát még ha egy gyülekezet van közös akaraton, és közösen élik meg a hitüket, közösen gyakorolják a hitüket, milyen hatalmas dolgok tudnak történni. Jézus főpapi imájában is ugyanez van, hogy egyek legyenek. Nem véletlenül a közösséget, nem véletlenül hangsúlyozza az egységnek a gondolatát, nem véletlenül emlegeti Jézus, azért, mert a hit, az igazi hit az ebben nyilvánul meg, és ebben fejeződik ki. Közösség gyakorlati megvalósulása, ez legalább annyira mi adventistaságunknak a lényege. Visszaemlékszem arra az első alkalommal, amikor a Zugligetben voltam. Az egy fórum alkalom volt, és ott valaki megkérdezte tőlem, hogy én a Kerak tagjait adventistának tartom-e. És én visszakérdeztem, hogy te adventistának tartasz-e engem. Azaz, tudunk-e együtt lábat mosni? Együtt úrvacsorázni tudunk-e? Tudunk-e egy gyülekezetbe járni? Meghallgatod-e, hogyha én felállok a szószékre és prédikálok? Tudunk-e közösséget gyakorolni? Mert ha mi azt mondjuk, hogy mi egy hitet vallunk, akkor közösséget is vállalunk egymással. Mert a hitnek a megnyilvánulása az az, hogy egy közösséget tudunk egymással vállalni. Ez az egyik látható jele a hitünknek, a közös hitünknek, az, hogy adventistának valljuk magunkat. Tehát az első tulajdonsága a látható hitnek, hogy önzetlen, a második közösségi. A harmadik tulajdonságot így mondanám, hogy terheket hordozó. Az igazi látható hit képes arra, hogy terhet cipeljen. Úgy olvassuk, hogy négyen vittek egy beteget. És azért érdekes, mert ez megint, amit délelőtt is mondtam, hogy a régi bibliai nyelvek azok nagyon szemléletes módon fejeznek ki dolgokat. Itt az a kifejezés, ami a hordoz víz, az egy olyan kifejezés, ami a hajózásból vett kölcsön szó, ami azt jelenti, hogy a horgonyt felhúz, felvon. Amikor erőt kell kifejteni azért, hogy a gyökerekbe, a kövekbe, a sziklába beakadt horgonyt felszakítsák a tenger fenekéről. És ez egy erőfeszítés, ez egy hurcolászás, egy erőteljes kifejezés, az erőnek a kifejezése. Ez a gutaütött ember, ez lehorgonyzott valahová. Nem a saját akaratából, hanem a betegsége következtében. Magától nem tudott tovább menni, de volt négy barátja, és ők felvonták a horgonyt. És készek voltak arra, hogy cipeljék őt, és terhet hordozzanak. Azt mondja Galáciai levélben Pál, hogy egymás terhét hordozzátok,
úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Az igazi látható hit az kész másokért terheket hordozni. És nem csak a maga hasznát nézi, nem csak a maga előnyét nézi, hanem kész mások terhét is hordozni. A maguk baja mellé a másikét is felvették. Nem csak abból állt, hogy részvétet éreztek iránta. Egyébként az a kifejezés, amit a Bibliában találunk, megint csak egy ilyen képletes kifejezés, vagy ilyen szemléletes kifejezés, amikor könyörületességre indul valaki, ugye elég gyakran olvassuk a Bibliában, az is egy olyan dolog, hogy a belső részei megindulnak. Egy ilyen szó szerint ez a görögnek a kifejezés, amikor a belseje megindul. Amikor megindul az én szívem. Még magyarul is szoktuk használni, nem véletlenül, nyilván a bibliai gondolkodásból jött, tehát a magyar nyelvbe is ez a kifejezés. Amikor könyörületességre indul, úgy megmozdul bennem valami. Nos hát, ez történt, hogy az a lehorgonyzott ember is meg tudott mozdulni azért, mert volt, aki megmozdítsa. Mert volt, aki felszaggassa ezt a lehorgonyzott embert. Bárcsak egyre több embernek lenne ilyen másokat hordozó hite, amikor másikat oda tudjuk vinni Isten elé, másikat oda tudjuk imádságunkban, fizikailag is oda tudjuk vinni Isten elé. Első tulajdonság, önzetlen második, közösségi harmadik, terheket hordozó a negyedik, ez pedig úgy mondanám, hogy találékony. Nem tudnak bejutni az ajtón, megpróbálják az ablakon. Ha ott se tudják, marad a tető. Képzeljük el ezt a helyzetet. Egyszer csak tart az Isten tisztelet, tele van a gyülekezet, egyszer csak elkezd peregni a vakolat a mennyezetről, mert mondja is, egyszer négy fej megjelenik a nyíláson, és elkezdenek leereszteni itt valahol egy embert. Mi lenne? Botránkozás, nem? Csapda. Botránkozás. De megbotránkoznánk egyszerűen, hogy jut ilyen eszükbe. És itt azt mondja, hogy egyszerűen ők nem ismertek lehetetlent. Egyetlen cél lebegett a szemük előtt, hogy eljuttassák azt az embert Jézus Krisztus elé. És nincs lehetetlen számukra. Ha kidobnak az ablakon, bejövök az ajtón. Hogyha ott se lehet, akkor bemászok a tetőn keresztül. És minden eszközt megragadtak arra, hogy Jézus Krisztus elé vigyenek embereket. Nem az riasztja vissza őket, hogy mit fognak szólni az emberek. Mit fog szólni a ház tulajdonosa? Gondoljuk bele. Megbontották a tetőt, tehát anyagi kárt okoztak valakinek. De mennyivel nagyobb áldás volt itt, most ne értse félre senki a szavaimat, nem arra buzdítok, hogy másoknak anyagi kárt okozunk, szó sincs erről, nem ez a lényege. Hanem az, hogy nincs lehetetlen, ha valaki Krisztus elé akar vinni valakit, akkor olyan nincs, hogy lehetetlen. Akkor minden eszközt meg kell ragadni azért, hogy megtegyük. Készek vagyunk-e kihasználni azokat az eszközöket, amiket Isten a rendelkezésünkre bocsát, hogy Krisztus elé vigyünk embereket. Készek vagyunk olyan módszereket kipróbálni, találni, amiket lehet, hogy korábban még nem próbáltak ki, de alkalmas arra, hogy Krisztus elé vigyünk embereket. Készek vagyunk-e új utakat meglátni azért, hogy Krisztus elé jussanak emberek. Ne riadjunk vissza még a háztetőre való mászástól se, hogyha ezzel tudunk Krisztus elé vinni valakit. És most jön az ötödik tulajdonság, ami az egészre ráteszi a koronát, a lényeget. Jézushoz viszik ezt az embert. Az igazi hit arról szól, hogy Jézus Krisztus elé kell kerülni. Mert nem elég önzetlennek lenni. Ha önzetlenek vagyunk, akkor az egy filantróp társaság. Az egy ember szerető, a másik embert szerető társaság. Nem elég közösségi lenni, akkor ez egy klub. Egy vallásos klub. Nem elég terheket hordozni, akkor ez egy karitatív szervezet. Nem elég találékonynak lenni, mert akkor ez egy kreatív csapat. Az egész akkor nyer értelmet, és attól lesz ez igazán hit
hez kapcsolható, hogyha ennek mind a négynek az a célja, hogy ezzel Krisztus elé vigyünk embereket. Sokszor hallom azt, hogy a gyülekezet egy olyan hely, ahol jól érezzük magunkat. Én azt mondom, hogy ez nem igaz. Persze a gyülekezetben jól érezzük magunkat, de nem azért megyünk, hogy jól érezzük magunkat a gyülekezetbe. Azért megyünk, hogy Krisztussal találkozzunk. És közben a másik emberrel találkozunk, közben elviszünk valakit oda, közben mi is épülünk, meg mások is épülnek, és számos eleme van, és jól is érezzük magunkat, de az igazi cél, hogy Krisztussal találkozzunk. Ez a gyülekezetnek, ez az egyháznak a célja, hogy én magam, meg mások is Krisztussal találkozzanak. Tehát akkor válik igazán láthatóvá a mi hitünk, hogyha ez a négy dolog, az megmutatkozik abban az ötödikben, hogy mindeznek az a célja, hogy Jézus Krisztushoz visszük azt az embert. Jézus Krisztus elé visszük a másikat, magunkat is és másokat is Jézus Krisztus elé visszük. Nem elég az önzetlenség, nem elég a közösség, nem elég a terhek hordozása, nem elég a kreativitás, Jézus személye kell, hogy a középpontba kerüljön a mi szolgálatunk, a mi hitünk szempontjából. Arra van szükség, amit Jézus Krisztus itt a végén kimondott, hogy fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Lehet, hogy ez a szó egyeseket megbotránkoztatott, de ezt a beteget megújította lelkileg, aztán meg testileg is. Milyen érdekes, hogy Jézus melyikkel kezdi? A könnyebbel vagy a nehezebbel? Mit könnyebb? Azt mondani, hogy megbocsátattak a te vétkeid, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj? Hát mondani az könnyebb, hogy megbocsátattak a te vétkeid. Erre ezért voltak felháborodva ezek, hogy hát könnyen mondja, ellenőriz le, hogy az tényleg meg van bocsátva. És azt mondja Jézus erre, hogy megtudjátok, hogy az Isten fiának van hatalma megbocsátani a bűnöket, én azt is ki tudom mondani, ami nehezebbnek látszik, hogy kelj fel és járj. Emberileg ez a nehezebb. Természetesen isteni vonatkozásban nagyobb dolog a bűnök megbocsátása, de emberi szemszögből az a nehezebb, de Istennek hatalmában áll. Mint hogyha azt mondani, hogy ti azt gondoltátok, hogy csak arra van szüksége, hogy járjon? És a lelkével mi van? Csak arra van szükség, hogy fizikailag segítsünk valakin? És a lelkével mi van? Jézus ezért mondja, hogy a látszólag könnyebbel kezdem, de igazából ez a súlyosabb, és utána, ami látszólag nehezebb, azt is megadom neki. Ez a szolgálat, ez az igazi látható hit. Kérdés az, hogy mennyire látható a mi hitünk, a mi gyülekezetünknek a hite. Mennyire válik láthatóvá, azaz mennyire önzetlen, mennyire közösségi, és a közösség alatt nem csak ezt a közösséget, hanem a tág, világszéles közösséget is értem alatta. Mennyire tud kész a terhek hordozására, hogy csak egy pici példát említsek a terhek hordozására, mennyivel tudjuk kivenni részünket a mások terhének a hordozásába, amit reggel a szombatiskolán vetítettünk. Amikor valahol ugye a szombatiska hátoldán nem véletlen vannak ott azok a missziós célok, mert a mi szombatiskai adományaink ahhoz járulnak hozzá, azoknak a megvalósulásához járulnak hozzá. Azaz, én kiveszem részem az ő terheinek a hordozásában vele. Mennyire tudunk kreatívak lenni, új módszerekkel elérni Krisztushoz vezetni embereket. És természetesen, ami a legfontosabb, ami az egésznek a lényege, hogy Krisztus elé visszük-e embertársainkat. Ez a látható hit, aminek a vége az a szenzáció, amit nem a négy barát cselekedete jelentett igazából, hanem az a csoda, amit Jézus Krisztus tett. Az a csoda, hogy megbocsátotta ennek az embernek a bűnét, és az a csoda, hogy tudott járni ez az ember. Az az én imádságom, hogy ez a gyülekezet is élete minden pillanatában ezt a látható hitet tapasztalja, élje, és tapasztalja meg azokat a csodákat, amiket Krisztus tud itt közöttetek tenni. Amen.